Tegnap este a rendőrség közölte, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a korábbi cége, az Elios Innovatív ZRT ellen. Azt a nyomozást, amelyet a magyar hatóságok az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai alapján indítottak. Azt a nyomozást, amely különös jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt indult. Egy olyan ügyben nem találtak semmit, amelyben az OLAF vizsgálata szerint 35 közbeszerzésnél merült fel a csalás gyanúja, 17 esetben pedig a szervezett csalás gyanúja. Tegnap este tehát a hatóságok nyíltan az ország tudtára adták, hogy vannak érinthetetlen emberek, akik a politikai, családi kapcsolataik miatt szinte bármit megtehetnek büntetlenül. Most éppen 13 milliárd forintot tiborcoztak el, körülbelül ez az összeg, amelyet az Európai Bizottság visszakérhet Magyarországtól a korrupt beszerzések miatt. De ki kell mondjuk azt is, hogy mindenki, aki ebben a nyomozásban és annak megszüntetésében részt vett, szégyent hozott az egyenruhájára, a teljes rendőri állományra és a teljes ügyészségi szervezetre. A két politikus, a két politikai vezető, Pintér Sándor és Polt Péter tekintetében azt gondolom semmilyen meglepetést ez már Magyarországon nem okozott. De ma tovább bővült azok köre, akik nyilvánvalóan az esküjüket megszegve a szó szerint, a szó legszorosabb értelmében a bűnt pártolják. Látjuk és megértjük a tisztességes magyar emberek dühét, hogy az orruk előtt válik az Elios ügyben eltűnt milliárdok luxus karórává, luxusautókká, kastélyokká, és ennek semmilyen következménye a Magyarországon nincsen. Most már talán a Fidesz támogató tisztességes emberek számára is világossá válik, hogy miért nem akar Orbán Viktor és a Fidesz az Európai Ügyészséghez csatlakozni. De azt mondjuk, és nagyon őszintén gondolom én is, és vallom, hogy van módja annak, hogy változtassunk Magyarországon. Van lehetősége minden tisztességes magyar embernek, hogy tegyen az ország szétrablása és az égbe kiáltó igazságtalanságok ellen. Ez pedig két dolog, amit minden magyar polgár megtehet, aki ma talán az ökléti szorongatva olvassa ezeket a híreket. Az egyik az, hogy mindenki írja alá, sőt, azt kérem, ne írja alá, hanem maga is gyűjtse azokat az aláírásokat, amik az Európai Ügyészség csatlakozásához való aláírások. Több párti, ellenzéki és civil szervezetek közösen gyűjtenek Magyarország szerte, amin a Magyar Szocialista Párt is ezen a héten is több mint 120 helyen gyűjti az országban. Nagyon fontos, hogy ez az aláírás szám valóban eléri az 1 milliót, vagy akár azt is meghaladja, hiszen politikai nyomást és a valódi politikai döntést, a helyzet megváltoztatását csak az állampolgárok nyomására lehet elérni. A másik pedig nem lesz nagy titok, akinek elege van ebből, ami Magyarországon zajlik, az jövő tavasszal az európai parlamenti választásokon kinyilváníthatja a véleményét. Szavazhat a korrupció ellen, szavazhat ez a korrupt rendszer ellen és a Fidesz ellen, és azt kérjük és azt javasoljuk mindenkinek, ha így gondolja, akkor tegye ezt meg, és válaszza jövő tavasszal az Európa párti politikai erőket, természetesen közte az MSZP Párbeszéd szövetségét is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ha van kérdésük, akkor válaszoljuk.